Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, itt vagyunk jelenleg Békés és Békéscsaba között, az úgynevezett Bandika fát azt szeretném nektek megmutatni. Úgyhogy ide jöttünk most el, most épp elsétálunk a híton az élővíz csatornán, vagy ahogy Békésen hívják a büdös közösen. Ez a videó ez most egy kicsit rendhagyó lesz olyan szempontból, hogy mivel leverült a kamerám Maxi, ezért most a DSLR fényképezővel videózok. Az meg nem erre van kitalálva, úgyhogy a jó minőségű videót most ne várjatok, mint megszokott, de azért igyekszem. Jelenleg ebben még van kapacitás is, meg aksi is. Úgyhogy remélhetőleg legalább lesz meg. Hát ugye nem lesz majd ilyen facecam-es videó, mert ezzel ugye nem tudom sem beállítani. Majd azért az elköszönő szöveget megpróbálom úgy felvenni, hogy én is látszak benne. Egyébként itt van a Bandika fa, itt távolom. Ilyen helyi látványosság itt a 471 számú főúton van, Békés és Békéscsaba között, nagyjából félúton. A nevét azt onnan kapta a Bandika fa, hogy valamikor régen egy Bandika nevű gyerek esett le róla és lenyomorék, vagy valami ilyesmi, de azt hiszem kint is van itt a valahol a tájékoztató szöveg, megmutatom. És egyébként így az a csatorna túloldalán, ott mutatom, ott van egy ilyen tanösvény is, meg a mesonról, csak annyira benőtte most a gaz, hogy nem lehet rajta végig menni, mert hát autóval aztán abszolút nem lehet, biciklivel talán. Még egyszer valamikor még az évvel mopeddel végigmentem rajta, úgy 6 évvel ezelőtt, de ilyen azért belógott a család az útban, és a többi össze-vissza csipkedett. Hát itt van valami emlékmű, és ott maga a Bandika fa. Kicsit elvedem, és akkor itt már vannak ilyen közérdekű közlemények benne, vagy legalábbis így a fába, ezekbe, és akkor nézzük, ez maga a Bandika fa. Aztán, ha találok valami tájékoztató szöveget, akkor azt megmutatom nektek. De utána lehet nézni egyébként a Google-ba. Hát, ennyi. Amikor legutóbb erre jártam, akkor még volt ott abban a lukban egy hatalmas nagy adásfészek is, az új dátum az már nincs, úgyhogy most már közelebb merek menni hozzá. De hát látjátok, ez egy hatalmas nagy fa, és ez így. Hát ez legalább egy olyan 120 éves fa. Kicsit körbeállunk. Körbejárni minden oldalról. Igen, meg ebbe a kamerában nincsen képstabilizátor se. Úgyhogy lehet, hogy egy picit remegősebb lesz a videó. Bár igyekszem stabilan tartani a kamerát, csak hát ez majd egy picit nehezebb is, mint a másik, de azért igyekszünk meg majd, lehet, hogy majd leteszem egy fix pontra, és akkor majd úgy mondom el a többi szöveget, de mindegy, csak egy, meg majd még fényképezni is fogok, tehát ez meg most meg egyszerre a kettőt nem tudok, hogy fényképezek is, meg videózok is, mert most nyilván a fényképezővel tudok csak videózni, mert nem a kamerám Maxia az most megadta magát. És hát sajnos az eBay-ről rendelt tartalék aksi az mi nem érkezett meg. Jajként egy kis mellékes történetet, ha itt vagyok, akkor elmondom, mert most úgyis ráérek, hogy a Panasonic márka szervizre megkérdeztem, hogy mennyibe kerül egy tartalék aksi ez a kamerához. Hát akkor persze van gyári, akár meg sok mindenhez jó, 22.000 forint. Hát mondom, annyira, akkor bocs, de inkább nem kell. Megnéztem az eBay-en, és 5.000-ért tudtam rendelni egy utángyártottat. Kisebb a kapacitás, de tartalétnak az tökéletes. Csak hát az még, mire megérkezik, az sok idő. Egyébként most a videót és autómoda veszem fel, így váltogatja az ISO-t, meg az árbeállításokat, meg mindent. Aztán kíváncsi vagyok majd, milyen lesz az eredmény. Hát ez itt egy emlékmű, valami, de úgy látom, nincs ráírva semmi. Itt annól még volt egy tájékoztató tábla is valahol, majd ezt megkeresem és megmutatom nektek. Egyébként kocsival bejönni ide sem volt egyszerű. Na és akkor ez a videó az most ennyi lett volna, azon a hídon mentem át, ott van a Bandika fa a háttérbe. Nem ez, hanem ami mögötte van. És ennyi, hát. Azért a táblát azt nem találtam meg, ami mellette volt, az nem tudom, hogy az eltűnt, vagy ellopták, vagy mi lett vele. De minden esetre ez ennyi lett volna. Szerintem majd, és akkor mindjárt majd meg kellene felvenni a egyik videót még. Akkor ez a videó az ennyi lett volna, remélem, hogy így majd látni fogtok, nagyjából próbáltam belőni, úgyhogy köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek, tudjátok, hogy tetszett-e.
kommentet írni, azt mindig lehet, de ha nem tetszett, akkor meg a Snipe-on is, és akkor is lehet kommentet írni, sőt, akkor így írjátok esetleg, hogy miért nem tetszett. Ez a videó, ezt mondom, ez kicsit másabb lesz, mint a többi, mert mondom, itt van a másik kamerám is, csak lemerült az aksia kezdve, úgyhogy ezzel most azért nem tudok filmezni. Úgyhogy most a DSLR géppel csinálom, hát az nem tudom, hogy milyen minőségre veszi föl, pláne így. Mert meg főleg, hogy a mikrofonja mennyire jó, hogy most kicsit hangosabban beszélek, hogy hát ha akkor felveszi, de sose lehet tudni. És ráadásul most csak simán a kocsit a télen van letéve. Meg ahogy látom, még feltén is, úgyhogy ez aztán egy jó elköszönő videó lesz, mert ilyen szerintem még nem volt. Úgyhogy már meglehetjük, de mindegy, nem fogom ma újra venni, ez már így marad. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, sziasztok!